dologgal jövök, jövünk mi. Kitaláltuk idén, vagyis tavaly télen, hogy balkonkertészkedni fogunk. Azaz, az erkélyünkön fogunk egy kis kertet létrehozni. A kertnek a lényege, vagyis az alap pillérei, azok nálunk a paradicsomok lesznek. Azokból is többféle az, amit ki fogunk próbálni. Az egyik az a korai paradicsom, azaz a manó. Az a neve, hogy manó. A második egy Tumbling Tom Bread, ami egyébként egy függő paradicsom. És a harmadik, ami egy kis extra, az pedig a stevia, az inkább egy szobanövény, egy édesítőszer, egy természetes édesítőszer, amely állítólag egészséges, ami nem jelenti azt, hogy én egészségesen szeretnék élni, mielőtt azt hinné. Na szóval, magról fogjuk elkezdeni ezt az egész dolgot, és méghozzá azért, mert kemények vagyunk. Na szóval, mi az, amire nekünk szükség lesz? Szükségünk van először is a paradicsomokra. Másodjára szükségünk van kis, apró, fehér pohárkákra, vagy bármire, amiben ugye magunkat lehet ültetni. Szükségünk van virágföldre, és türelemre, rengeteg türelemre, mert ezeket 6-8 héttel a kiültetés előtt már le kell rakni, bele kell földbe oktajálni, stb. Mindenféle. Most az első hullámot fogjuk összerakni. Nagyjából van olyan 100 paradicsom magunk összesen, legalábbis így az acskókra írva azt látom. De mindjárt ki is bontjuk, meg is nézzük. Ezeket kis pohárkába fogjuk belerakni, körülbelül fél centi mélyen kell a paradicsommagokat elszórni, kettesével. Nyírkosan kell tartani, bent fogjuk a szobában csíráztatni őket, körülbelül 20 és 28 fok között lesz a hőmérséklet. Nagy fényigényűek, úgyhogy mindenképpen úgy kell tenni, hogy közel legyen az ablakhoz. És amire nekünk még szükségünk lesz, az az, hogy néha egy kicsit locsolgassuk, de nem közvetlen a paradicsomot, hanem körülötte a földet, vagy ha van lehetőséged, akkor alulról kellene igazából, mert annyit szív föl, amennyit kell neki, se többen, se kevesebben pont annyi. Úgyhogy nézzük is, hogy ez az egész hogy fog működni. Szóval, amint mondtam, most szépen türelmesen várunk, és amint jön valami palánta, akkor ismét jelentkezünk. Szurkoljatok, hogy sikerüljön magról. Paradicsomot nevelnünk, stevia-t, illetve amit nem mondtam, az az, hogy mi genyó módon most elültetünk bazsalikomot is, mint fűszernövény itthonra, szeretjük használni, és az, hogy azt nem most kéne elültetni. Úgyhogy nagyon szurkoljatok, ha valamit rosszul csinálunk, akkor nyugodtan írjátok be, ha nagy baromságot csinálok, akkor is nyugodtan írjátok be. Én ezeket olvastam, hogy így kellene, nem vagyok egyébként kertész meg semmi. Reménykedjünk, hogy paradicsom nagy hatalom leszünk. És ennyi. Találkozunk később. Csá!